A legismertebb zöld fűszerünk a petrezselyem. Mi ugyancsak húslevesek főzésekor használjuk leggyakrabban, esetleg egy-két saláta tetejére tesszük, de sokkal gyakrabban kellene és sokkal többet kellene belőle fogyasztanunk. Miért is? Amint már említettem az előbb, hogy a szájunknak, a leheletünknek a minőségét javítja, a száj baktériumflóráját karban tartja, ha hagymát eszünk, fokhagymát eszünk, pár szál petrezselyem elrágása után elmúlik a kellemetlen szájszag. Nagyon sok A-vitamin tartalmaz a petrezselyem, ezzel javítja a látást, még a szürkületi vakságot is tudja befolyásolni. És a koleszterin, amiről meséltem már az előbb, ki tudja tisztítani az ereket, hogyha rendszeresen fogyasztunk akár petrezselyem teát, vagy salátában, vagy akár petrezselyem olajjal ki tudjuk tisztítani az ereket. És a legutóbbi kutatások azt bizonyítják, hogy olyan rákos sejtek elpusztításában is kiváló a petrezselyem, mint például a hasnyálmirigyrák vagy a vastagbélrák. Nem is gondolná az ember, hogy egy ilyen fűszernövényben milyen nagyon erős hatóanyagok vannak. Mivel a húgyutakra vízhajtó a petrezselyem, a húgyutak a vese működését is befolyásolja nagyon jótékonyan, a szemünk alatti duzzanatokat is el tudja távolítani, és ezeket a mély karikákat is tudjuk kezelni a petrezselyemmel. Nem csak pakolásként, hanem főzetként is.